Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Egerben. Mondjuk el a tiszta univerzum mantráját Om Nám közösen 7-szer. Köszönöm szépen. Ki vagy? Kinek gondolod magad? Miben hiszel? Mit tartasz igaznak? Tehát ezek a kérdések nagyon ritkán vannak egy ponton. És ha megnézed, nagyon sokféleképpen próbáljuk a hitünk és az identitásunk közötti hidat megépíteni. A Föld nagyobbik részén megmondják, hogy ki vagy. A szülők, a papok, a tanárok, a rendőrök. Mindenki megmondja, hogy te ki vagy. A világnak egy másik részén, egészen 100 évvel ezelőttig, egy kis szegmensnek megengedték, hogy felfedezze, hogy ő kicsoda. Hát az a hit, amit itt a szavak által és a tapasztalás által egyszerre érünk el, az a világ egyik felén inkább tapasztalás volt, a másik felén inkább szó. Miről szól az elme? Az elme arról szól, hogy gondolkodunk, kialakítunk egy önképet, egy világképet, és ha az helyes, akkor kevesebb hibát vétünk, akkor a jóslás igaz, a meglátás helyes. De az elme nem látja önmagának a forrását. Amikor az elme elgyengül, túltöltődik, nem működik jól, hibát hibára halmozunk, rosszul látjuk a világot és magunkat, akkor nagyon ritkán látjuk azt, hogy hogyan lehet ezt ténylegesen javítani, gyógyítani, helyesbíteni. A zen az a tapasztalat általi hit. Semmit nem kér a tanítás, hogy te magadba emelj és ragaszkodj hozzá, vagy azonosulj vele, amit nem látsz igaznak. Az egyetlen egy hatalmas feladat, hogy haladd meg az elme és az érzékszervi birodalom kötöttségeit, és találd meg azt a pontot, amely tapasztalható, de nem tudható, nem érzékelhető, tehát nem látható, nem hallható, nem ízlelhető, nem gondolható, nem tapintható, érzelemmel nem érezhető. De mégis ez az elmédnek és az érzékszerveidnek a forrása, a látója és a teremtője egyszerre. Miben hiszel? Nézd meg a hitelveidet, a saját személyes dogmatikádat, azt az abszolútot, amit belül nem hagysz változni. És nézd meg, hogy mennyi minden rárakódott, ami mulandó, ami relatív, ami feltételhez kötött.
Szeretnéd oda szegecselni a tapasztalataidat az örökléthez, de nem megy, mert ledobja. A zennek a négy alapelve az, amitől egy gyakorlat zen lesz, és nem valamilyen vallásosság. Általában a világ nagyobb részén, még a buddhista részén is, a vallás adja azt a hitet, amitől te valakivé leszel. A zenben nincs olyan, hogy te egy vallás felvételével legyen az bármilyen, monoteista, politeista vagy nonteista, nem ateista, nonteista, te valakivé lennél. Egyedül olyan szellemi tapasztalat által leszel te valakivé, ahol az önképedet le tudod fosztani magadról. Ez az első paradox. Tehát akkor leszel te igazi ember, úton járó, koreül dószá, hogyha azt az énséget, amit te képként viszel, nullára lebontod. És innen újraépíted azt az önképet és világképet, ami most már nem terhelt sem a saját téves nézeteid által, sem a transzgenerációs karmád által, sem a kívülről kapott helytelen tanítás vagy berögződöttségek által. Ez munka. Ezért van a zenben az első alapelvként lefektetve, hogy ne támaszkodj az írásokra. Ha te valamilyen tételes vallást követsz, legyen az buddhizmus is akár, akkor kőkeményen támaszkodsz az írásokra. Tehát teljesen mindegy, hogy minek hívod, szútráknak, ebből van háromféle, a rövid, a közepes és a hosszú, ugye? A hosszú a Digha Nikája, utána a Majjhima Nikája, utána az Anguttara Nikája. Ez a szútrák három olyan gyűjtemény, hogy egy élet alatt nem olvasod el. Én biztos nem, mert én elalszom rajta. Tehát nehéz elhinni, hogy szútrát nagyon keveset olvastam. Inkább zen koanokon palérozottam. Miért? Mert az az, ami lebontja a téves nézeteket. Az az, ami az elmét egy olyan állapotba hozza, hogy nem gondolkodik, és ezáltal elkezd egy kicsikét meghaladni, meglátni. Tehát nem támaszkodás az írásokra, mert hogyha te ezt megteszed, akkor a gondolatokat behelyettesíted a valóság helyére. A saját ideáidat kéred számon a másik emberen, a társadalmodon és a világon. Magyarul elkezded az étteremben az étlapot enni. Elkezdi a szakács könyvet főzni, nem a recept alapján a nyersanyagból a finomságot. És ha megnézed, akárhova mész a világon, amíg az írásokhoz való ragaszkodás és az abszolút nézet igénye megvan, addig nem látjuk a valóságot, csak a szűrőinken keresztül, nagyon keveset. Hát egyik halász sem olyan bolond, hogy a halászhálót enné meg. A halat szeretnénk megenni. De annyira nem világos ez, amikor a hitünket, az önvalónkat, az identitásunkat keressük, hogy azonosulunk azzal a hálóval, a kognitív hálóval, amivel a valóságot szűrjük. Ilyen értelemben nem is a halra van szükség, hanem a tengerre. Valahol átélni, és nem csak gondolni azt, hogy minden érző lény, minden jelenség lényege egy és ugyanaz. Ez a mondat annyira elcsépelt lett, hogy már szinte használhatatlan. Hát annyit próbálták az emberek agyába belemasszírozni, hogy te ebben hiszel, és akkor ez jó lesz neked. Nem. Ez nem lesz jó neked. Rossz se. De ha nem tapasztalod a gondolkodás előtti tiszta tudat állapotában, akkor nem lesz jelentése. Belül nem mozdít meg semmit, csak az intellektus kattan egyet. A második alapelv az az, hogy közvetlenül az ember tudatára irányulunk. Tehát nincs rendszer, nincs szűrés, nincs szimbológia, nincs divináció, nincs semmilyen olyan leíró segédlet, amitől te eleinte jobban látnád magadat, utána pedig ez a rendszer az akadály lenne. Hát itt a balettáncosokat korlát nélkül tanítják. A közvetlenül az ember tudatára való irányulás az abban a kérdésben merül ki, amit a hatodik pátriárkától, Huineng-től tanultunk, amikor nem gondolsz jóra vagy rosszra, mi az eredeti arcod.
Rövidebben, mi az eredeti arcod, még rövidebben, mi ez? És ez a mi ez kérdés, ez innen jön. Ez a története. Amikor ezt valaki meghallotta a hatodik pátriárkától, aki akkor még csak egy menekülő szerzetes volt, akkor megvilágosodott, mert ezt onnan mondta, hogy megvilágosító ereje volt ennek a mondatnak. Tehát nézd meg, hogy a mondataink honnan jönnek és hová mennek, és milyen erőt hordoznak. Miért van szükség esküvésre, fogadalomtételre, tehetetlenség esetén káromkodásra? Azért, hogy a szavaid mögé egy olyan erőt tegyél, amitől az valóság lesz. Teremtett valóság általunk. Nem vagyunk azon az energiaszinten, hogy egy hétköznapi kimondott mondatot te vagy a hallgatóság 100%-osan elhiggyen. Jó, ha 50 fölött van, és nem gondoljuk azt, hogy a másik épp csal, vagy hazudik, vagy ferdít, vagy teljesen rossz talajon van. Úgyhogy közvetlenül az ember tudatára irányulunk, és föltesszük azt a kérdést, hogy mi ez. Nem azt, hogy ki vagyok, az egy más kérdés. Az az avatárodra, a keletkezett személyiségedre vonatkozó kérdés. A mi ez, az visszatér minden jelenség forrásához. Koreaiul hua, du. A hua az a jelenség, a du az a fej. Szó szerint a hua az virágot is jelent. A virág, ami kijön a földből és megjelenik. A du, mint eredet, mint fej, az megmutatja, hogy mindez honnan jön. Hát honnan jön mindez? Ha megszólalok és definiálni szeretném, hiba. Ha csak csendben maradnék, azt nagy részetek nem értené, és az információ hiányának fogná föl. De ha most nagyon jól figyelsz, és meghallod ezt a hangot, akkor ez a hang visszahozza a tudatodat gondolkodás elé, dualisztikus képzetek elé, önképformálás elé, érzékszervi hatáson túl. A hang csak a kapu, de beléptél egy térbe, egy végtelen térbe, és egy végtelen pillanatba. Ha ez a hang nagyon erős, vagy a meditációd nagyon jó, nagyon eredményes, akkor ezt meg is tudod tartani egy darabig. Ez a cél, hogy egy tiszta, tükörszerű, térszerű tudatot tapasztalj meg, és tapasztalatod mértékében tudsz benne hinni, és ezzé válni, és innen üzemeltetni azt az avatárt, azt a szemét, akinek eddig te hitted magad. Azt tudnod kell, hogy ez a látó, ez az eredeti tudat, ez nem személy, ez nem egy újabb entitás, nem az ember fölötti vagy alatti valami név vagy forma. Ha ilyen lenne, akkor széthasadnánk darabokra. Legalább kettőre. Erre a nagyra, meg erre a kicsire, akik egyébként az önképünk szerint vagyunk. De ez nem így van. Itt emberből csak egy van. Testenként egy lélek, lelkenként egy önkép, ha jól csinálod. Szerepek? Rengeteg. Mikor idejöttél és vezettél, sofőr voltál. Hazamész, ismét férj és feleség leszel, attól függ, hogy melyiket vállaltad. Úgyhogy ezek a szerepek, ezek nagyon sokan vannak, de a személy az egy. És a forrása és a látója is egy. A személyek különböznek, a lényegünk az egy olyan valami, ahol nem érvényes az azonos vagy különböző. Ha azt mondjuk, hogy egy lényeg, hiba. Különböző lényeg, az is hiba. Miért? Mert ehhez semmilyen minőség nem kapcsolható. Sem az, hogy egy, sem az, hogy sok. Miért? Mert ez mind gondolkodás. Ha azt gondolom, hogy egy, akkor már kiléptem a nem gondolkodóból. Ha azt mondom, hogy több, akkor is kiléptem a nem gondolkodóból. Tehát ennek a tiszta tükörnek eredetileg semmilyen minősége sincs. A jelenségekhez képest mondhatjuk, hogy a lényeg az egy, de ez csak egy segédfogalom. Hogy az intellektus meg tudjon valamit ragadni. Hogy legyen valami jelentése annak, amit később tapasztalsz. De emlékezzünk, ez az étlap, és nem az étel.
Mit mondott legnagyobb nyugati bódhiszatvánk? Olyan ételt adok nektek, mely után nem lesztek éhesek. Minden, ami érzékszervi, gondolati, érzelmi, verbális vagy cselekedetbeli karma, az következményt von maga után, és kötelező eredete van. Ennek a pontnak nincs eredete és nincs következménye. Egy olyan tapasztalás, amely után már nem kell további tapasztalás. Egy olyan lélektáplálék ez a tudatszint, ez a tudatosság, amely után már több nem kell. Miért? Mert az egységnél egyebb nem lehetsz. A teljesnél teljesebb nem lehetsz. A teljesen tisztánál tisztább nem lehetsz. És ezért ez a második alapelv, hogy közvetlenül a tudatra, az eredeti tudatra irányulunk, ez alapvető. Tudd azt, hogy az elméd nem is azonos és nem is különböző ettől, egyszerűen egy másik üzemmód. Képzeld azt el, hogy van egy gyönyörű tálban keltésztád. És ezt a keltésztát te egyben is megsütheted kenyérnek, vagy pedig különböző rudacskákban fonott kalácsnak. Az egyik úgy tűnik több darabból van, a kalács, a másik úgy tűnik, hogy egyből, kenyér. Valójában mindegyik ugyanabból a vajlingból jött ki. Tehát az elme, amikor gondolkodik, az érzékszervek, amikor működnek, akkor ugyanennek a lényegnek az úgynevezett létbe vetett, a létkörforgatagba vetett működése. Amikor ez a nem születő, nem keletkező, nem meghaló, nem múló állapot van, azt úgy hívjuk, hogy a létforgatagban nem belépett tudat. Ez az eredeti vagy buddha tudat. A klasszikus meditációs iskolákban például akár Theravada, akár Mahayana, a meditáció négy szintjét különböztették meg. Az egyik a tudat folyamba lépett. Ez amikor először befele forgatod az energiádat, és rálátsz arra a filmtekercsre, ami belül megy. Ezt szoktam néha vetítőterem hasonlattal szemléltetni. Ez a tudat folyam. Rálátsz, hogy te nem egy ilyen fix, lombfűrésszel kivágott lemezdarab vagy, mint határozott egoitás, hanem a személyiségnek van egy tudat folyama. Ez a tudat folyama állandóan közlekedik a külvilág és közted, a másik ember és közted. És aki erre rálát, az rálát arra, hogy ebben a tudat folyamban minden változtatható, minden teremthető, minden lebontható és minden megtartható, attól függ, hogy te milyen énséget akarsz. Ennek a tudatfolyamnak a része a beszéd, az érzelem, a gondolat, a cselekedet, a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, fogalomalkotás, megkülönböztetés, emlékezés, ezek csak az alap szálak, az alap csatornák. Még van sok, de ennyi most elég. A következő szint az az, ugye a klasszikus szerint, amikor már annyit meditált és annyira lebontotta a saját létszomját, hogy már csak egyszer fog újra születni. Ez a Sakridagami. Egyszer újra születő, egyszer visszatér, és akkor már ezután eléri a teljes megszabadulást. A teljes megszabadulás, ugye, az a harmadik szinten már jelentkezik, ez az anagámin, a vissza nem térő. Ez azt jelenti, hogy emberi testben nem tér vissza, esetleg más létformát talán nem ezen a földön fölvehet. És a negyedik az arahat, amelyik már semmilyen létformát nem vesz fel, és a tudata a nem születés, nem meghalás, nem keletkezés, nem megszűnés állapotában van. A zen és a Mahayánának a többi ágazat is kimondja, hogy a születés, halál körforgása és a megszabadult állapot, nevezzük nirvánának, lényegében ugyanaz. Jelenségében más, lényegében ugyanaz. Amikor Pancsang Zenmestert megkérdezték, hogy igazi önvalód belép-e a létkörforgatagába, és veled együtt, az avatárral együtt szenved-e, akkor ezt a választ adta. Belép a személlyel együtt a látó, de nem szenved vele együtt. Ha magadban megtalálod azt, ami látja a keletkezést, megszűnést, jövést és menést, akkor előbb-utóbb eljutsz oda, ami vezérli az ok és okozatot. Ez a látó és uraló, teremtő és észrevevő, ez egy pont.
Amíg ezt különbözőnek látod, addig még van munka. És ne akard azonosnak látni, mert az elmének egy ilyen csavarja. Szüntess meg minden dualisztikus gondolkodást, tér vissza a fogalmi valóság elé, és akkor ezek elkezdenek egyé válni. Ezt az egyéválás tapasztalatot keressük. Miért? Mert a zen harmadik alapelve azt mondja, hogy a felébredés egyenlő igazi önvalód tapasztalatával, ezzel az egyéválással, amit az előbb mondtam. És hogyha ez nincs meg, akkor csak melléktermék van. Tehát a praxis mellékterméke, most mondok egy másik nagyon elterjedt gyakorlatot Ázsiában, hogy az érzékelést addig finomítják, hogy csak a csontváz marad meg, ez a fehér csont meditáció vagy felfogása, ez nyugaton ilyen mint a Halloween. Nem. Koreol bek, kol, kwan. A bek az a fehér, a kol az a csont, a kwan az a fölfogás. Tehát azt veszed észre meditáció közben, hogy te valójában csak egy csontváz vagy, és minden, ami rajtad a hús, a bőr, az egyéb, az valami rárakódás. Ugyanúgy, hogy erre a tükörre a fixa ideáid ilyen foltszerű, rétegszerű rárakódások. Most aki a szívszutrát már ismeri, az az öt személyiségalkotót, vagy az öt réteget látja, vagy éli, legalább elénekelte, hogy test, forma, érzés, érzékelés, akarat és tudatosság. Ez az öt rétege így a hagymának. És hogyha elmész a legbelsőig, megtapasztalod az egyet, a szóban nem foghatót, akkor van meg ez az egyéválás, amely egyenlő a felébredéssel, amely egyenlő igazi önvaló tapasztalatával. Nem több, nem kevesebb. Miért kellett ezt kimondani? Azért, mert Ázsiában rengeteg képzet köthető a felébredéshez, a megvilágosodáshoz, hogy akkor, ha vízen jársz, akkor, hogyha tárgyakat tudsz mozgatni, akkor, hogyha elvégeztél különböző mágikus gyakorlatokat, és tudsz levitálni, meg ilyenek. Tehát ezek mind melléktermékek, de nem a felébredés maga. Tehát nyugaton, amikor elkezdték látni, hogy a jógik, a szidhák, a lámák, mikre képesek, hát egyszerűen leestek a székről, és ezt akarták. Mangong Sunim, aki Sungsan Sunimnak a nagy tanítója volt, tehát nem a közvetlen mestere, hanem a mesterének a mestere, ő elérte egy olyan fázist, le is van írva, hogy átlátott a falon. Tehát szilárd tárgy nem volt előtt, egy átlátott rajta teljesen. És mestere, Mangong Sunim mestere, Kyong Ho Sunim, amikor ezt meghallotta, ugyanis Mangong Sunim azt hitt, hogy elérte a megvilágosodást, oda kérette magához, és azt mondta, hallottam, elérted a felébredést. Igen, mester, átlátok a falon, mindent látok. Elővett a zenbotot Kyong Ho, és BOOM! Jó erősen. És iszonyatosan fájt. De nagyon. És elment az egész. Megszilárdultak a falak. Elment ez a speciális képesség. És akkor Mangong Sunim leborult a tanítójelet, és megköszönte a tanítást, mert azt hitte erről a múlandóról, hogy ez állandó. Azt hitte erről a személyiségalkotóról, hogy ez az igazi önvaló. És kiderült, hogy nem. Ha jön és megy, ha megjelenik és eltűnik, akkor ez nem az, amit keresünk. Ha látható, hallható, gondolható, érezhető, tapintható, akkor ez nem az, amit keresünk. Na, ezért van kevés zen tanítvány. Mert mindig valami kell, amit megragadhatunk. Azon nyomban, hogy higgyünk már valamiben, amilyen szépen megmutatja, hogy a világ az jó, meg hogy te rendes ember vagy, és a többi. Valami olyan hit kell nekünk, ami ezt rögtön megmutatja, és nem elmenni itt Bergen-Góciába Ádámig, Éváig. Minek? Ugye? Túl macerás, túl nagy munka. Hát kérem szépen, a negyedik zen alapelv sem fog többet segíteni rajtad, ugyanis ez a tudattól tudatig való közvetlen átadás. Tehát ha te ebben a vonalban, hagyományvonalban bármit szeretnél, akkor együtt kell gyakorolnod a tanítóddal. Mert ő is együtt gyakorolt a tanítójával, és ő is az ő tanítójával, stb. Stb. Stb.
A közös gyakorlatot nem lehet online végrehajtani, kérem szépen, ezt annyian kérdezték, hogy ezt így lehet képernyőn át? Hát ha te képernyőn át tudsz enni, tudsz inni, hogyha tudsz érdemben emberhez kapcsolódni, akkor igen, de kiderül, hogy nem. Tehát a képernyőn megjelenő poharat nem tudod ivásra használni. Csak ezt, ami itt van. Tényleges időben, tényleges térben. A tudattól tudatig való átadás, ez nem megy a képernyőn keresztül. Itt valójában az a mechanizmus érvényesül, hogy lebomolnak az én falai, és ezért a közös lények tapasztalata elérhetővé válik mindenkinek. Ezért van nálunk csend a középhaladón és a haladón. És ezért nincs csend az egynaposon és a zentáborban. Tehát egyszerre az összes formát, az összes kötelmet, az összes szabályt megtanulhatod, egyszerű. De olyan érzete van, mint az elvonási tünetnek. Olyan érzete van, mint amikor az űrhajóban a nagy hideg űrben kinyitják az ajtót hirtelen, és így mindent kiszippant. És erre a hétköznapi ember nincs fölkészülve. Miért? Amit most elmondtam nektek, az mind kolostori, templomi, azaz monasztikus műfaj fönt a hegytetőn. A 20. század egyik legnagyobb változás az volt, hogy ez lejött a hegytetőről, kijött az ásramból, kijött a kutiból, kijött a gompából, és eljött ide, a világba, a völgybe, a káoszba, a szenvedésbe, a kérdések közé, a megoldatlanságok közé, a jövésbe és a menésbe, a keletkezésbe és az elmúlásba. Azért, hogy segítsen. De ez nem az, aminek gondolod. Nem az, aminek szeretnéd hinni. Itt nincs meg az az ideális személyiség, amit te, mint egy nehezen szabható kabátot magadra öltesz, hazamész és jól nézel ki benne. Ehhez neked kell változnod, hogy felfogd. Neked kell alkalmazkodnod, hogy haladj. Neked kell levetned az önképedet, hogy az önvalóvá válj. Az mindig is ott ketyeg benned. Csak meg kell találni. Na, ha ebben segíthetek, akkor tisztelettel várom a kérdéseiteket. Szó volt róla, hogy el kell érni ezt a kiüresedést és levetni a hamis formákat. Na most ez nem egy védtelen helyzet. Mi segít onnantól ki, hogy ne egy rosszabbat építsek föl? Az, hogy a folyamatban belátod az ok és okozat működését. A folyamatban ezért jobb személyiséget építesz, mint a korábbi. A biztosíték ebben az, hogy az ember mélységesen megjósolható abból a szempontból, hogy szenvedés kerülő és boldogság kereső lény. Ez minden egészséges személyiségben benne van, és töredék százalék az, aki nem ez. Tehát az a biztosíték, hogy te boldog akarsz lenni, hogy te szeretetben akarsz élni, hogy te kevesebb szenvedést akarsz, mint eddig. Semmi más. Köszönöm. Szívesen. Valamikor nagyon, nagyon idegesítő szituációkba kerülök, amikor egy kicsit túlterhelem magam, úgy érzem, hogy ilyen nyomást érzek, mert annyira túlterhelem magam, vagy túlvállalom magam egy kicsit igazából. Mennyire köthető a főnököd személyéhez? Hát ez sem ennyire inkább. Akkor jó, mert akkor látod, hogy te csinálod. Én csinálom, igen, én csinálom. Nagyon jó. Mi ez az én? Szeretnék minél több. Mi ez az én, amelyik ezt csinálja? Mondd meg. Hát nem tudom. Ezt a nem tudomot kell megtartani, de nagyon erősen. Te úgy kapaszkodj a tantienedbe, mint buszon ebbe a kis rútba, hogy ne essél fékezéskor. És hogyha ebben nem tudomba jól bele tudsz kapaszkodni, akkor ez nem elfolytás, hanem stabilitás. És ekkor az idegesség elmúlik. Intenzitás lesz, idegesség nem lesz. Az intenzitás egy ponton van, és nagyon jól tud működni, stressz helyzetet bírod. Nincs idegesség. Az idegesség remegés. Az idegesség a kétség felfokozottsága. Oké? Okay? Úgyhogy így tessék szépen tantien praxissal tovább menni. Miért? Mert az elméd az ultrafinom. Tehát így nanométeres csíkszélességgel tudsz megkülönböztetni, és finom a precíz, megkülönböztető, rendszeralkotó, rendszerolvasó gondolkodásod. Igen ám, csak ez nem elég. Részben kevés, részben sok.
Következő kérdés. Köszönöm. Létrejön az a állapot, hogy sikerült megvalósítani azt az embernek, amit annyira szeretett volna. De jó. De nem tesz annyira, hogy is mondjam, később motiváltá ez a dolog. Uh-huh. Megvan elérte az ember? Miért nem? Benne van a befejezettség. Mi a baj ezzel? Hogy lehet, hogy ezt tovább kéne még valahogy csinálni, de hogyan? Hogyan csináljam hogyan? Tovább, mikor ezt így befejeztem, megalkottam, ránézek, és ez így teljes? Még nem is mondanám azt, hogy teljes. Nem teljes? Nem. Hát akkor teljesíteni kell, nem? De nem lesz soha teljes, azt érzem. A végre. Tehát a teljesítménykényszert akkor itt most hátrahagytuk. Igen. Optimális állapotban a projekt késznek nyilvánítatott. Mi Igen. a továbblépés? Ahogyan. Nem ahogyan. Akinek. Akinek. Uh-huh. A Tao Te Ching-ben van egy olyan passzus, hogy a bölcs megalkotja a művét, és hátralép. Uh-huh. Higgyék el azok, akik kapják, hogy ők csinálták. Tehát ilyenkor föl kell ajánlani a művet azoknak, akik még ezt nem tudják megcsinálni, és amikor megkapják, akkor inspirációt merítenek arra, hogy ők is hasonlót tegyenek. Ha ez tényleg nem csak téged szolgált, és nem csak jufaszából építettél egy Eiffel-tornyot az alaksorban. Igen. Azt is szeretheti a család egy-két tagja, de hogyha gyerek nem tudja megtanulni az apjától, hogy hogyan kell gyufaszából Eiffel-tornyot építeni, akkor ez mindenképpen torzóban maradt ez a mű. Tehát fel kell tudni ajánlani egy másik lénynek. És ezáltal nem csak segítettél valakinek egy közepes szinten, mert materiálisan, esetleg érzelmileg, gondolatilag kapott valamit, még nem tanulta meg megcsinálni, még nem került teremtő helyzetbe, de már kapott valamit, ami neki óriási dolog. És akkor te egy másik dolgot kezdesz el. Akár azt, hogy megtanítod a kedvezményezettet alkotni, teremteni, megcsinálni azt, amit te csináltál. És így tovább, tovább, tovább nem lehet egy élet alatt befejezni. Miért? Nézd meg, hogy valójában mitől szenvedünk. Az emberek vagy attól szenvednek, és a nagy többségünk ez, hogy nem hisszük el, mert nem tapasztaltuk, hogy ezt a világot mi teremtjük közösen, egymásnak, lélekből, elméből, testtel, beszéddel, érzékszervi tulajdonságokkal, az egészet. Így, ahogy van. Tehát nem vagyunk teremtő pozícióban, mert beleragadtunk a teremtett mi voltunkba. A teremtettséget nem tagadjuk, hölgyeim és uraim, csak meghaladjuk. A meghaladás, az, hogy följebb lépsz egy másik emeletre, az nem jelenti azt, hogy az alsóbb emeletek nem léteznek. Azt sem jelenti, hogy az első vagy a második emelet alacsonyabb rendű, mint a harmadik vagy a negyedik. De hogyha nem érjük el saját teremtőségünket, akkor nem leszünk mesterségben járatosak. Nézd meg a mestereket, akiket annak hívnak. Szakácsmester, asztalos mester, ácsmester. Egy szakmának a teremtői, alkotói. Tehát eljutottak olyan teremtő pozícióba, hogy étellel, fával, egyéb anyaggal tudnak teremteni. Ez a mester, hogy tud teremteni. Hányan vagyunk ilyen helyzetben? Elértük-e teremtő önmagunkat? Itt rengeteg munka van. Ezt soha nem fogod befejezni. És akkor nincs az, hogy Úristen, nincs mit tennem, mert valójában nekem már minden oké, és a világgal nem tudok mit csinálni, mert túl nagy. Túl végtelen. Tehát a teremtőt kell visszaadni belül. Ráláttatni, tapasztaltatni újra. Úgyhogy itt a következő lépés, ha akarod. Az nagyon ritka, hogy valaki annyira teremtő, hogy a teremtettséget nem érti. Hogy a teremtetben ugye nem lehetne otthon. Általában ez nem probléma. Én azt szeretném kérdezni, mi van akkor, hogyha ragaszkodom a nem tudomhoz?
ez. Akkor nem alkotsz fogalmat, nem szólalsz meg, mikor kellene, nem működik a rendszer, ott már nyomod a kapcsolót, hogy hallani kéne valamit, fel kéne dolgozni valamit, mondani kéne valamit, alkotni kéne valamit, de ragaszkodsz a nem cselekvéshez. Ez általában egy ilyen jégbefagyott állapotnak tűnik. És ez nem ez a nem tudható. Ez egy nanoszekundum alatt át tud változni cselekvéssé. Az üresség bármilyen formává át tud változni, ha tényleg az. De egy befagyott formát egy másik formává átalakítani, na az, az a nehéz. Tehát ez nem az éntelenség problémája, hanem egy befagyott önkép problémája, hogy nem tud mozdulni, nem tud alkotni, nem tud változni, nem tud tovább lépni. Ez egy nagyon világos, de a hordozója által nem látott ragaszkodás. Jó? És hogyan lehet ebből tovább lépni? Hát kétféle módon, vagy helyzetbe hozod magad, vagy egy válság ér el téged. Ha helyzetbe hozod magad, akkor ott cselekedni kell, meg kell nyilvánulni szépen. Hogyha nem, akkor ezt addig hagyod, ezt a jégbe fagyott állapotot, amíg egyszer csak jön valami vagy valaki, aki egy válsághelyzetet hoz létre számodra. Köszönöm. Nagyon szívesen. A motivációval kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy hogyan tudjuk magunkat motiváltá tenni. Úgyhogy eljátszunk egy játékot. Hölgyeim és uraim, egy fontos hírem van, ebben a teremben 10 perc múlva mindenki meghal. Fájdalommentesen, szenvedésmentesen, de 10 perc múlva ebből a testből kiszállsz. Harmadik vágányról a szerelvény kitol. A szolgálati közlemény további része, hogy 10 perc alatt bármilyen karmát kirakhatsz magadból, és bármilyen karmát berakhatsz magadba, tehát ezt a lelket olyanná formálod, amilyenné akarod. Az lehetsz, aki akarsz, de a 10. perc végén az eredmény egy következő testben meg fog születni, adott helyen, időben és környezetben. Lenne munka? Lenne kapkodás? Ha ez nem elég motiváció, most a mulandóságot említettem ilyen cukorgombóc módon, de a mulandóság az nem 10 perc, az lehet, hogy 5, lehet, hogy 50 év, lehet, hogy 40, de az, hogy ilyen ránézek mindenkire, olyan 60-70 év múlva, hogy senki nem lesz életben, az biztos. Ez nem a memento mori, tehát nem a halálra kell emlékezni, az életre kell emlékezni most. Az életeneket tudatába lenni most. Hogy most teremted azt az önmagadat és a világot, amit eredményként te hátrahagysz, mint világot, és magaddal viszel, mint lelket. Ez a durva. Ha ez nem elég motivátor, nem tudom mi az. Talán az, hogy még egy lépés lehet, hogy hogyan segíthetek másokon, de ez csak akkor, hogyha ezzel én szépen egyé váltam, és békében vagyok ezzel, amit én az előbb elmondtam. Hogyha nincs meg egy olyan tapasztalásod, amitől a világ a helyére kerül, és te is a helyeden vagy ezáltal, nem tudsz segíteni érdemben. Akkor csak a megoldatlanságaidat adod tovább különböző formában. A saját stresszedet stresszeled rá a környezetedre, hogyha már te izgatott vagy, akkor mindenki legyen az. Ha gyakorolsz, és visszatérsz ehhez a nem tudhatóhoz, akkor látod azt, hogy eredetileg egy dolog van, csak egy feladat. Ennek két ága van, ébredj föl és segíts másokon. Ez a kettő valójában egy valami. Ha felébredsz, azt látod, hogy ugyanannak a tengernek a kis hullámtaréjai vagyunk mindannyian, és amíg akár egy valaki is a téves nézetek rabságában van, addig nekem dolgom van. Ennyi. Igazából ez egy önmunka. Ez munka. Az az élet. Ilyen munka, és hogyha nem végezzük el ezt a munkát, akkor a verejték helyett egy másik folyadék veszi át a szerepet, a könny, akkor sírunk, vagy siratunk. És hány százalékot tudja ezt így az embereknek? Mindegy, az a fontos, hogy te tudd. Jó.
Ugyanis, hogyha a verejtékkel és a könnyekkel nem tudjuk ezt a munkát és a megszabadulást, mert a könny az a megtisztulás jó esetben, elvégezni, akkor a harmadik marad, akkor jön a vér, akkor egymásnak esünk, vagy önmagunknak, és akkor erőszak van. Mert úgy hiszük, hogy a másik áll az útban, hogy a másik az én életemnek az akadálya, a másik foglalja el a földemet, az otthonomat és a többi. Akkor vér van. Tehát a legjobb a verejték, az elkerülhetetlen valamennyi könny, és az elkerülhető az a vér. Nem ez van most a világban? Nem ez van most a világban? Azért mondom, mert ez van a világban, de ez mindig van. Is ez volt, és mindig is ez lesz, csak az arányok változnak. A béke az azt jelenti, hogy elegünk volt a vérből, sírtunk eleget, és hajlandóak vagyunk dolgozni, hajlandóak vagyunk valamennyit verejtékezni azért, hogy normálisan éljünk. És megvan ez a megfelelő tudatszint. A szomorú az, hogyha már nagyon sokáig volt béke, akkor elfelejtjük, hogy mennyit kellett ezért vérezni, könnyezni és verejtékezni. És ha ezt elfelejtjük, akkor újraindul az egész. És az emberiség ebből a szempontból igen rossz tanuló. Nézd meg! Vedd a Krisztus előtti fél évezredet. Mindenki ott volt, aki valamit tanított. Tehát nem kronológiai sorrendben, de nagyjából. Sákjamuni Buddha, Patanjali, Lao Tse, Konfucius, Issa vagy Jésua, akit Jézus Krisztusként apostrofáltak később, ő ezt a nevet soha nem viselte. Fél évezred. Minden lényeges tanítás jött, utána már egyéb ízváltozatok, a monoteizmus egyéb dolgai, akár rabbik, akár imámok, akár bodhidharma, akár Szent Ferenc. Tehát nagy paradigma teremtés ezután nem történt, változások voltak, ízváltozatok voltak. És ez alatt, a fél évezred alatt olyan paradigmák, olyan tanítások váltak az emberiség köztulajdonává, még akkor is, hogyha nagyon sokat kellett érte menni, elérhető volt, mert fel kellett menni a hegyre, le kellett vágni a hajadat, azt gyakorolhattad. Hogy azóta nem tudjuk kijárni ezt az iskolát. Ha megfigyelted, 2000 éve folyamatosan bukunk a tárgyakból, folyamatosan osztályt ismétlünk. Egyre többen vagyunk az osztályteremben, egyre nagyobb a zaj, egyre nagyobb a baj. Mert egyre kevesebben vagyunk azok, akik ezt a megfelelő úton szeretnénk csinálni, és nem állítom, hogy ez az ideális, ez az egyik lehetséges, ami működik, van még sok más, és legyen is. De ha összértékben nézed az emberiség teljesítményét karmikusan, elképesztő feladatot halmoztunk föl, és nem oldjuk meg nagy részét. Tehát ez a Föld, ez egy tanítóhely. Itt kőkeményen a születés és halál által tapasztaljuk a törvényt, a dharmát. Ennek a megnyilvánulása a karma. Innentől kezdve feladat van. Nincs sors, nincs végzet, nincs büntetés, ezt felejtsd el. Hibák vannak, felhalmozott karma van, felhalmozott illúzió, hamis önkép van, ez mind javítható. Ezeknek a teremtett voltát kell belátni, teremtőségünket elérni, és tiszta tudatból újra rakni azt, amit újra kell. És akkor itt nincs munkanélküliség, te. A bodhiszattva az egy univerzális, kozmikus közalkalmazott. Mindig lesz munka. Mindig. Körülbelül 2 éve nézem a videókat, és el is kezdtem gyakorolni. Csak ez a gyakorlás oda vezetett, hogy egy szakadék lett köztem és a család között, és nem tudom, hogy építsek hidat. Hogy keletkezett a szakadék? Hát... lehet, hogy az már régebbről. Ragaszkodsz a formához, jóhiszeműen, de ragaszkodsz a formához. Tehát a gyakorlatod még nem tud úgy megnyilvánulni, hogy a családnak ez együttérzésben, bölcsességben egy egyértelmű plusz legyen. Miért?
mert egy olyan realitást tapasztalsz belőle, ami a családnak nincs meg. Ez a kezdő gyakorlók fájdalma nekem is megvolt. Én annyira ragaszkodtam a formához, hogy gyújtottam egy füstölőt a szobámban, mindig is saját szobám volt, leültem, meditáltam, gyertyát gyújtottam, és azt, hogy a füstölő kimegy az ajtórésen, és apámék ezt nem bírják, az fel sem merült. És a meditáció közben itt ülve egy ilyen nemes buddhatartást fölve, egyszer csak nyílik az ajtó, apámék bejönnek, kinyitják az ablakot, füstölőt kiveszik, ezt a bűzt, ezt nem lehet bírni! Két orvos szülő, tehát az intelligencia az volt, csak ezzel nem tudtak mit kezdeni. És akkor így én, a lázadó gyermek, én úgy lázadtam, hogy nem csináltam semmit. Én ott ültem. Azt tanították, hogy nem mozdulj. Te nem mozogjál itten. Se testben, se elmében ne reagáljál. Na, még jobban megijedtek, mert azt hitték, hogy ebből lesz valami, nem lett semmi. Ott ültem, kimentek, és én becsuktam az ablakot, annyi volt, hogy ne gyújtsam újra a füstölőt, a gyertyát, azt igen, és tovább ültem. És akkora balhé lett belőle, később egyszerűen nem tudták feldolgozni. Nem mondom, hogy ez van, te ezt másképp csinálod. Te lelkileg hasonló van. Tehát, ahogy mondtam az előbb, hogy ébredj föl és segíts másokon, ez azért fontos, mert hogyha te nem segítesz a családnak jobban, mint az előtt, vagy más minőségben, nem kell mindenkit kiszolgálni, nem erről beszélek, vagy nem kapcsolódsz jobban, akkor azt hiszik, hogy ez a gyakorlat, ez valami emberidegen, földön kívüli, és egyéb ilyen idegen vallásbéli szörnyűség, mert nem tudják mi az, és nem is ismerik a hatását. Na most én megpróbáltam éveken keresztül elmondani, főleg apámnak, hogy ez micsoda, és nem értette. Tehát ez a rész, ez zárva volt. Egy brilliáns intellektus volt, orvosprofesszor. Egy olyan névjegy, hogy a rövidítések nem fértek ki mögé, meg elé. Tehát hihetetlen mi volt az emberben. Azt meg is tanított a szemléletben. De a transzcendens felé teljes vágás. Nem lehet megértetni, mert ez nem érthető. Ahogy a bevezetőben mondtam, ez csak tapasztalható. És hogyha valaki erre nem nyitott, akkor ez nem lesz meg. Tehát a családot segítve és a gyakorlatot picit elrejtve, nem titkolva, de magát a formát és azt nem... És ha a család megsért? Ha a család megsért, akkor köszönd meg a tanítást, ugyanis meg tudtak sérteni. Hogyha meg tudtak sérteni, még olyan nyomógombjaid vannak, amivel valaki visszaélhet. Nincsenek ellenségeid, csak tanítóid. Nincsenek traumáid, csak megtanulandó leckéid. Ha sérthető vagy, ott van a folt. Bizony. Köszönöm. Nincs mit. Egyéb kérdés? Most úgy érzem, hogy több szerepben is helyt kellene állni, és ez a megfelelési kényszer ez most az életemben nagyon előjött, hogy éppen apaként, vagy férjként, vagy munkavállalóként, vagy barátként helyt álljon az ember, és közben megkeresi önmagát, mert látja azt, hogy mi minden rárakódott, meg úgy érzem, hogy tapasztalom, hogy igazából hol van az, ami én voltam, és hol van az, amit magamra vettem, hogy a világban komfortosan vagy magabiztosan ellavírozzak, hogy akkor minden olyan dolog, ami most engem zavar, akkor igazából oda kellene visszagyökerezni, hogy ezt mind próbáljam felfogni tanításnak. Ellenőrzöd a saját tudatodat a saját elméddel. Ez a baj. Ettől kényszeres a megfelelés. Tehát most a csapból is a megfelelési kényszer, mint probléma folyik. Ezt nem tudom, kidobta be így a köztudatba, de az elmúlt másfél hónapban elképesztő, hogy mennyien jönnek felém ez, hogy szunyim. Hogy tudnék megszabadulni a megfelelési kényszertől? Hát, hölgyeim és uraim, aki nem felel meg senkinek és semminek, az olyan magányos lesz, hogy arra nincs szó. Ha te nem akarsz megfelelni senkinek és semminek, olyan egyedül maradsz,
Így, mint egyetlen fa az Alföldön, és annak is neki mennek autóval. Nem kényszer, hanem helyes felismerés a megfelelés alapja. Ekkor maradsz egészséges. Valójában milyen helyzetet teremtettél, mint férj, apa, beszerző, sofőr, védelmező, teremtő, sorolhatnánk, hát rengeteg szerep van, amit ellátunk. Hölgyek, tessék szíves behelyettesíteni, most nem mondom végig. Ezt mi hoztuk létre? Ezt mi teremtettük? Ezt mi akarjuk? Tehát nem kényszer, mert te akarod. Hát akkor tessék összehangolni az akaratot, és megfelelni egymásnak, miért? Mert vállaltuk egymást. Én most megfelelek neked, mert te kérdezel, én válaszolok. Hidd el, hogy nem kényszerből mondom. Sok segítséggel, de ezt én szerveztem. Tehát, érted? Tehát nem kényszer a megfelelés. Ha kényszeres, akkor valami szereptévesztés van, valami diszharmónia van, valami túlteljesítés vagy alulműködés van. Na, innen van a kényszer. De ha nem felelünk meg, akkor valójában nem vagyunk kapcsolatban. Nem tudunk együttműködni. Nem neked mondom, de hogyha minden megfelelést kényszernek szeretnénk itten elmismásolni, akkor önfelmentési betegségben vagyunk. Tehát a felelősségtől szeretnénk megszabadulni, mert a megfelelési kényszer. Meg a megfelelési kényszer, és ezen túlmenően még a megfelelési kényszer. Ez a három a probléma. Hát fel akarjuk menteni magunkat az egyébként vállalt felelősségünktől, amelyet legszabadabb döntéseink következményeként tapasztalunk. Ugye milyen érdekes? Úgyhogy te legyél szíves megfelelni annak, amit te magad teremtettél, és akartál, és akarsz a mostani pillanatban is. De ezt te ne fogjad föl kényszerként. Ha nem akarsz vállalni valamit, fejezd be. Ha nem akarsz vállalni valakit, köszönj el. Semmi több. De ez kellő tisztánlátás, bátorság, bölcsesség és együttérzés kell. Ne törj össze szíveket, ne hagyj félbe dolgokat, fejezd be, amit elkezdtél, és amit csinálsz, azt csináld a legjobban. És azt, hogy tudd, hogy mi a legfontosabb. Ez az utolsó négy mondat, az apám négy legfontosabb mondata volt. Ezt úgy elviszem magam, hogy a következő életembe is kell. Jó? Tehát nincs kényszer, csak valamit nem ismertél föl. Valamit nem harmonizáltál, valakivel nem érted meg magad. Csak munka van, csak teendő van. Ehhez kell egy kis üzemanyagtöltés néha, és visszatérni a nem cselekvőbe, a nem megnyilvánulóba, a nem gondolkodóba, a nem megszólalóba. Tehát mindig megkérdezik, Szunyim, hogyan gyakoroljak zen? Nem kell év főkorábban. Ennyi. Az az egy óra, ami a napodnak a gyökere, az az egy óra, amikor te leborulsz, mantrázol és ülsz, az fogja megadni a tudatminőségedet ahhoz, hogy egy picit másképp cselekedj és beszélj, érezz, gondolkodj és a többi, mint azok, akik ezt nem végezték el. Kicsit tisztább tudattal, szilárdabb állóképességgel ne lehessen megsérteni. Ugye? Uralda a konfliktust. Például úgy, hogy eldöntöd, hogy kirobbantod vagy sem. Ha már kirobbantottad, hova viszed? Mit akarsz általa tanulni vagy tanítani? Nehogy azt itt, hogy konfliktus nélkül nincs élet. Fordítva, az élet vállalása a konfliktusok vállalása. Ha jól csinálod, kevesebb szenvedéssel, kevesebb konfliktussal, de ha nem vállalod el, nincs élet. Nézd meg, hogy az akarat mi között feszül. Milyen pólusok között feszül az akaratod. Ezek nincsenek békében. A van és a nincs, a kell és a nem kell. Még ez vagyok, már nem vagyok az. Ez hihetetlen. És ez az akarat. Na, ennek az irányát kell meghatározni. A nagymester, Sung Sanzen mester csak ennyit tanított. Irányvétel, irányvétel, irányvétel. Kicsit kibontva, motiváció, szándék, célképzet. Tehát
Hányszor hallottad, megbűnhődte már a nép a múltat és jövendőt? Ez jó motiváció? Ez benne van a történelmünkben. Tehát költsei óta ez így van, kodifikálva a himnuszban, és maxi respekt és teljes tisztelet, aki éli ezt az életet ebben a csoportban, ebben a nemzetben. De nézd meg, ez kellő motiváció? Ez kell? Hát akkor valami egyebet tessék a múltunkból összekaparni, ha a múltból motiválod magadat. Mert általában onnan jön. A szándék az a jelen, a célképzet, a jövő. És nézd meg, hogyha ezt a hármat így egyenesbe húzod, akkor az az irány, milyen irányt szeretnénk fölvenni? Folyamatosan bűnhődni? Büntetni? Újabb ciklus nyitni ebből? Vagy esetleg valami mást? Na, ez a megfelelés. Egyéb kérdés. Én egy teljesen másik szakmai területről jövök, de kezdetben találkoztam olyan kollégákkal, akiknek vagy a tudása hiányzott, de inkább a hozzáállásuk általában ezekhez a dolgokhoz, amit én végzek. És fix a ideám volt addig kínozni, amíg ki nem esnek ebből a körből, és akkor kapok másikat. És akkor az élet mindig úgy hozta, hogy kapok másik kettőt. Tehát azóta már jóval türelmesebb vagyok. És amióta a zent gyakorlom, azóta azt tapasztalom, hogy illetve ez egy ilyen kérdésként merült föl, ez most akkor valamilyen szinten valamilyen felnőtt gyereknevelés? Ugyanis, hogyha elkezdem a kis pozitívumaikat megerősíteni, akkor szeretnek, és sokkal többet tesznek oda. Ha bármilyen hibára rávilágítok, akkor full ellenség. Fogalmam sincs, miről beszélsz. Tehát gyakorlatilag annyira copy-paste, annyira megfelel annak, ahogy nekem kell bánnom bizonyos bentlakókkal, tanítványokkal. Ilyen kis üncül-bűncül, picike kis megerősítések kellenek ahhoz, hogy menjen előre. Tehát annyira bizonytalan önmagában, a saját ényében, a saját működésében, hogy ez van, és hogyha ezt nem teszed, akkor valami elképesztő szembefordulás tud lenni. Úgyhogy a felnőtté nevelés, ami a kérdésednek a kulcs szava, az kérem szépen azon, hogy szellemileg is felnőtté válj. Tehát nézd meg, hogy a szülő az a gyerekhez képest miért felnőtt, és nem csak idősebb. Hanem azért, mert alapból a szülők teremtették meg azt a testet, amiben az a lélek lejött. Tehát a szülő a gyerekhez képest teremtő, a gyerek teremtett. Aztán elindul ő is a felnövekvés útján. Szellemileg ugyanez lenne a feladat, hogy akik illúzióban, téves nézetben és egyéb kényszer tudatállapotban vannak, azok elkezdenek ebből kinőni, és meglátják a saját teremtő képességüket, ezáltal felnőtté válnak, ezáltal más önmagukat teremtik meg. Ez a munka is nem is kevés. És örülök, hogy ugyanolyan konfliktusokkal nézel szembe, ez azt jelenti, hogy haladsz az úton. És tényleg a felnőtté nevelésről van szó. Tipikus példa. Ha ott vagyok mellette és mondom, csinálja. De akkor miért nem én csinálom, és miért fizessek neki? Ha nem vagyok ott mellette és nem mondom, nem csinálja, vagy másképp csinálja, vagy rosszul csinálja. Tipikus példa. Tehát nincs meg az az önállóság, hogy lássam a saját kezem, elmém és egyebben működését, és ebből önállóan tanulva, önálló munkával együttműködjek egy másik emberrel vagy csoporttal. Nézd ezt meg! Ez az, amikor már az apja se tudta ezt. Tehát nem voltak meg az apai minták ahhoz, hogy ez az ember önálló legyen, mert már az apja se volt az. És a nagyapja se. Tehát hol vették ki a csapszeget ebből a gépből? Ott, hogy már a családi kultúra nem tartalmazza azt, hogy ő hogyan legyen önálló, öntevékeny, tisztánlátó, független, és ezen az alapon tudjon helyesen működni, illetve együttműködni. És ezért van ilyen, kicsit ilyen közoktatói szerepünk, meg ilyen felnőttétevő, meg lélekgyógyász, meg egyéb szerepünk, tudod? Ez van. És még egy kiegészítő kérdés ebben, most ez egy ilyen furán teszem fel a kérdést, ebben muszáj belemenni, tehát ez a küldetés, mert ez nagyon sok energia.
Tehát akkor ez lenne a cél. Persze. Az a kérdés, hogy ezzel te belül mennyire tudsz azonosulni, és akkor több eredménye lesz odakint. Ha azt mondod, hogy te csak a munkaköri leírás szerint akarod tudomásul venni a munkatársat, akkor nagyon kevesen fognak veled együtt dolgozni. Ha hajlandó vagy ezt a lelki pluszt beletenni, akkor akivel neked jó karmád van, koreaiul innyan, ez a kapcsolati karma, yin és yang, ugye? Koreaiul a jó innyan, az jó kapcsolat. Mi jó kapcsolatban vagyunk, megértjük egymást, amit te szeretnél profi szinten, azt én, mint munkatárs végrehajtom. Mert nem csak feljebb valónak, hanem valahol ugye baráti kapcsolatnak is látom ezt a beosztotti viszonyt. Nem kell, hogy baráti kapcsolat legyen, csak legyen harmonikus, és legyen egy hatalmas sávszélessége. Például bizalom. Na, ez deficites, kérem szépen. Ha nem bízunk meg egymásban, akkor nem megyünk át egymáshoz így agyilag se. Nem jutunk át, nem értjük meg egymást. Úgyhogy igen, ez egy plusz feladat. Különösen népünk mostani tudatállapotában. És aki el tudja végezni, az tényleg segít abban, hogy följebb menjünk. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Az lenne a kérdésem, hogy hogy lehet nem csak verejtékkel, hanem könnyen is tisztulni. Könnyekkel is így igen. Tisztulni? Hát főleg könnyekkel szoktunk tisztulni, ez a katarzis, ez a belátás. A verejték az a munka. Az a nem tisztulsz, utána zuhanyozni kell. Tehát nézd meg azt, hogy amikor te dolgozol, akkor elvégzel egy bizonyos munkát, annak eredménye van. Tehát elvégzel napi 8-szor a meditációt, és a tudatod biztos, hogy tisztább lesz, ha jól csináltad, és nem csak tévét néztél belül, meg relaxáltál, meg kirándultál a tengerpartra, tudod. Tehát az nem meditáció, kérem szépen. Meditáció az, hogy éberen, világosan a tudatnak a felesleges tevékenységét fölfüggesztve jelen vagy. Ez munka. Statikusnak tűnik, de munka. Na most ez nem biztos, hogy olyan katarzissal jár épp az adott napon, hogy te abban bármilyen könnyet ejts, de amikor belül az én fal átszakad, és az egyévállást egy bizonyos mértékig megtapasztalod, idézek egy tibeti tanítót, aki az eredetibe belepillant, úgy sír, mint a gyermek. Na, ez az a katarzis, amikor az énségettől megszabadulsz. Ezt a görög színházaktól kezdve Shakespeare-ig, és főleg Európában a művészet tudta. Tehát vannak hitbéli katarzisok is, de ez sokkal ritkább, mint a művészi alapú katarzis, amikor egy önképtől megszabadulsz, egy érzés eltölt. És akkor ez a katarzis, a megtisztulás, a zenben a 180 fok. A teljes egyéválás tapasztalása. De ezek a falak, ezek nem egyszerre szakadnak át. Az énünk az egy rendkívül komplex entitás. És amikor ez spontán bekövetkezik, néha éneklés közben. Én emlékszem, hogy a gyakorlatom első 4 évében volt egy mantra, amikor az megszólt, akkor elkezdtem könnyezni, és nem tudtam, hogy mitől. És mindig, és hónapokon keresztül. És ez teljesen normális. Pont azt a gombot nyomta be a mantra, ami a lélek öntisztulását, valami tudatalatti kiürülését, megszabadulását szolgálta. Úgyhogy ez a katarzis tényleg tisztít. És ez az, amikor a verejték következménye a könny, és nem pedig annak hiányában történik. Jó? Jó. Köszönöm. Szívesen. Utolsó kérdés ott. Én rádöbbentem arra, hogy teremtettem, mert apa lettem. Milyen apa? Hát ez egy jó kérdés. Na, apa lettél. Nincs a teremtésben vesztes, csak én. Ez mikor történt? Amikor Évika azt mondta a második csík láttán, hogy anyának érzem, ú, Ádám magam. Hűha! Rögtön háromszögelt a gyenge férfi az úr felé, és nem vette tudomásul a saját csakráinak a működését tetőtől talpig. Milyen apa vagy te, mondjad? Hogy érzed magad? Hát én úgy érzem, ami itt elhangzott, hogy a szellemi felnövésnek, hogy igazából van egy tükör előttem, és megláttam magamat, hogy lehet, hogy ugyanolyan gyerek vagyok, ha nem gyerekebb, mint az én gyerekem. Ugyanúgy nem vagy gyerek, az biztos, mert legalább most fogalmi nyelven szólsz, és nem csak gőgicsélsz, tehát az nincs. De
a gyerekedhez képest felnőttnek kell lenned, és ezt a gyerek kiszorítja belőled. Pillanatok alatt eljut egy olyan pontba, csatlakozik lélek a lélekhez, ez már nagyon hamar megtörténik, bőven mielőtt mászna, és elképesztő, hogy mit kihoz apából, anyából. De az anyai szimbiózis a gyerekkel az eléggé magától értetődik, ez nem azt mondom, hogy könnyebb vagy egyszerűbb, de eléggé jól érthető, hogy az anyjának mi a dolga legtöbbször. De az apának mi a dolga, az nagyon sokszor nem. Mondok egy példát. Az, hogy az anyatej, az honnan jön, hogy funkcionál, az nagyon világos. Mi az a táplálék, amivel az apa ugyanúgy táplálja a kisdedet, ahogy az anya az anyatejjel? Hasonlatértékűen, mi az apa tej? Mentálisan, energetikailag mi az, amit te ugyanolyan fontosként hozol a gyereknek, ugyanolyan táplálékként hozol a gyereknek, mint ahogy az anya tejjel táplálja? És itt van a kérdésedhez egy nagyon komoly kötődés ennek a hasonlatnak. Hogy az apa milyen jelenléttel, milyen mentális táplálékkal, milyen energiával van jelen? Ez a felnőttség mértéke. Tehát fel kell nőni szellemileg, ahhoz, hogy az apa tejet meg tud adni a gyereknek. És ha nem, akkor a gyerek nem fog rendesen felnőni. Mentálisan nem fogja elsajátítani sem az önállóságot, sem az önreflexiót, sem azt a fokot, amitől a világban megtalálja az útját. Tehát az apának az utat meg kell mutatni a gyereknek, ahogy az anyának az otthont meg kell teremteni a gyereknek. Az anya az a terület, a biztonság, a helyben maradás, a férfi az útonjárás, a célba jutás, a kockázatvállalás, a feladat kitűzése, megvalósítása, az azáltal való tanulás és változás. És ebből a szempontból azért van munka, tehát van felnövekedni való, és én nagyon örülök, hogy ezt a kérdést föltetted, mert most mondhatom, hogy felelős apa vagy. Tényleg meg akarsz felelni az apa szerepnek, amit elvállaltál. És ez egy nagyon őszinte és nagyon jó kérdés. Mindannyian feleljünk meg annak, amit vállaltunk. Sőt, rakjuk egy kicsit följebb a lécet, ha úgy érezzük, hogy megfeleltünk ennek. Nézzük meg, hogy apaként és anyaként milyen szerepet töltünk be a gyerek életében. Hogyan tudjuk segíteni az útján, a létében, a cselekedeteiben. És hogyha gyakoroljuk a tiszta tudatot, visszatérünk a saját dualitásaink elé, levetjük az illúzióinkat magunkról, ezzel magunkat is, családunkat is és társadalmunkat is segítjük. Köszönöm, hogy eljöttetek ma, hogy a dharmát ismét a felszínre hozhattuk, és őszintén remélem, hogy a közeljövőben ismét együtt gyakorolhatunk, és együtt tekinthetünk rá a tanmélységeire. Köszönöm a figyelmet!